Az agrárium megbecsülésének és jövedelmezőségének érdekében versenyképes és színvonalas mezőgazdasági szakképzésre van szükség. Ezt a szándékot erősíti az egységes szakképzési rendszer, az agrár profilú képzések hálózatba rendezése. A Földművelésügyi Minisztérium erősíteni a duális képzést és a tangazdaságokat is. Román István, agrárszakképzését felelős helyettes államtitkár a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát a fő cél az az, hogy minél többen bekerüljenek a jó színvonalú képzésbe és agrárképzésbe, de hogyha egy picit visszamegyünk az időben és megnézzük azokat az átalakításokat, ami 2013, illetve már egy picit 2013 előtt is elkezdődtek, mégpedig az, hogy a minisztérium vette az agrárprofilú intézményeket, akkor ez milyen eredményt hozott, milyen eredménnyel járt? Hát magának az egész átalakításnak a legfontosabb célja az az volt, hogy a Földművelésügyi Minisztérium, mint ágazati minisztérium nyilvánvalóan segítse az agrárszakképzésnek az ügyét, és az, hogy egy fenntartó kezében vannak ezek az intézmények, az agrárszakképző intézmények, ez lehetőségét biztosít arra, hogy összehangoltan működjön, és nagyon komoly szakmai háttértámogatással, amit a minisztérium a maga részéről tud nyújtani. Mi úgy látjuk, hogy ennek az eredményei egyébként már jelentkeznek. Az sem volt mellékes szempont, hogy ezek az iskolák gazdaságilag is stabilan működjenek. Miért? Mit láttak előtte? Ugye, amíg több fenntartó kezében voltak ezek az intézmények, rendkívül színes volt a világ ilyen tekintetben is, és sok más tekintetben is. A minisztérium részéről elmondhatom, hogy az intézményeknek a működéséhez azokat a feltételeket, amelyek szükségesek, képesek vagyunk megteremteni. A tavaly évben közel 1 milliárd forint póttámogatással segítettük az intézményeinknek a működését, és ennek köszönhetően évvégére 30 napon túli tartozásai nem voltak ezeknek az agrárszakképzésnek. Iskoláknak. Nagyon fontos az, hogy az intézményeink gazdálkodása az viszonylag szabadon történik. Azt gondolom, hogy ez azért is nagyon fontos, mert tangazdaságokat működtetünk, tanüzemeket működtetünk, és hogyha szükség van valamiféle pénzügyi beavatkozásra, ki kell fizetni valamit, vagy állatorvost kell hívni, de talán az nyilvánvalóan azonnali döntéseket igényel, és egy ilyen szabadabb gazdálkodás tesz lehetővé, ami gondoljuk, hogy működőképessé teszi a rendszert és segíti. És nyilvánvalóan az intézmények pályázhatnak. És milyen lehetőségeket látnak az iskolák? Ja, az agrárszakképzés területén több kormányzati programban már részt vettünk az elmúlt időszakban. Például az intézményeink az újra tanulók program keretében a közfoglalkoztatási képzéseket szervezték. Igen, nagy mértékben itt az országban, valami nagyon sok programban be tudunk csatlakozni. Ugye mi nekünk nyilvánvalóan, ami fontos, az a vidékfejlesztési program és azok a pontjai, amik tudják segíteni a szakképzés rendszerét. De kell, hogy mondjam, hogy maga a minisztérium is saját forrásból például 2 milliárd forintot fordított az elmúlt években a tangazdaság a fejlesztésére, valamint jelenleg 6 intézményünkben zajlik energiamegújítási pályázat, itt nálunk szerencsére Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Baktalóránházán is éppen zajlanak azok a munkálatok, aminek az eredményeként olcsóbb lesz az intézményeknek a működtetése, és nyilvánvalóan szebben is fognak mutatni, mint korábban. Ebben a hálózatban összességében az országban hány középiskola tartozik bele, és hány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskola? Összesen 64 szakképző intézmény van. Ebből 4 található Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ugye Máté Szalkán a Baros, említett Baktalóránházán a Vai, illetve itt Nyíregyházán a Vescsik élelmiszeripari, valamint a Lipai mezőgazdasági szakképzőiskola. Mi úgy látjuk, hogy ez az intézményrendszer képes a megyei szakemberigényt fedezni. Minden intézmény stabil gyereklétszámmal működik, és a gazdasági lábakat tekintve is stabilan állnak. Igyekszünk odafigyelni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolákra. Mégis arra kell törekedniük, és nem csak itt a megyében, de mindenhol, hogy ne legyenek hiányterületek, ne legyenek hiány szakmák. Mit látnak most, mennyire kedvelt az agrárprofilú képzés a diákok, a fiatalok között? A fiatalok nem szívesen választanak semmilyen szakmát. Sokan nem szívesen választják, ugye, ha meg szakmát választanak, akkor azt látjuk, hogy mondjuk lányok esetében leginkább műkörmösnek és kozmetikusnak igyekeznek bejutni, és azok a szakmák, mint például amelyek az agráriumban is vannak, azokat nem mindegyiket választják szívesen. Hát ugye melós dologról van szó. Látjuk azt, hogy a családi gazdálkodóknak a gyerekei szívesen választanak agrárszakmát, nyilvánvalóan, hogy majd valamikor a családi gazdaságot átvegyék, de más területről azért komoly tennivalók vannak, hogy jelentkezzenek, mondjuk az élelmiszergazdaságban is. És ezen segíteni egyébként azzal lehet, ami én azt gondolom, hogy az egyik
leghatékonyabb megoldás ez az ösztöndíjrendszer, amit a kormányzat működtet. Ez ügyben is nagyon komoly előrelépés történik napjainkban, mert hogy ami korábban 10 hiány szakképesítést hirdetett meg a kormányzat megyénként, most ez 20-ra emelkedik. Ennek eredményeként itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4 olyan agrárszakképesítés van, ahol a gyerekek, ha jelentkeznek, 10 és 30 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Ez a 4 a mezőgazdasági gépész, a gazda, a pék és a dísznövénykertész. Tehát én biztatnám is őket, hogy válasszák ezeket a szakmákat. De már ha a támogatásról, illetve a pénzről beszélünk, akkor említettem én is, és ez köztudott, hogy az élelmiszeriparnak bizonyos szektoraiban komoly szakember hiány van. Mi is voltunk cégeknél, vállalkozásoknál, és ezt hallottuk az ügyvezetéstől, hogy a bérek miatt, ha még azt a szakmát, szakterületet választják, akkor kimondom, most a pékekre gondolok, akkor elvégzik becsülettel a diákok, de amikor már dolgozni kell, látják annak nehézségeit, és arányosítják a munkát a bérhez, akkor lehet, hogy meggondolják magukat. Ezen hogyan lehet változtatni? Hát ez nem a szakképzésrendszere tud változtatni, nem nyilvánvalóan a gazdasági növekedés tudja kitermelni a béreket. Egyébként, hogyha az élelmiszer gazdaságról beszélünk, akkor azért is nagyon fontos a szakképzés területén ezeknek a szakmáknak a megerősítése, mert hogy a vidékfejlesztési program a korábbiban soha nem látott mértékű összeget, 300 milliárd forintot kíván felhasználni az élelmiszer ipari üzemeknek, kisüzemeknek a fejlesztésére és a bővítésére. Tehát ahhoz, hogy valaki tudjon bővülni, ahhoz az is szükséges, hogy jó szakember álljon rendelkezésre. Mi ezt próbáljuk megteremteni a magunk részéről, hogy ahol ez szükséges, az meglegyen, és a fiatalokat bevonzani ezekre a pályákra. Így van, és nyilvánvalóan önöknek azt kell garantálni, hogy ezek jó szakmai színvonalú képzések és képzőhelyek legyenek. Ennek érdekében milyen garanciákat vezetnek be? Én azt gondolom, hogy az intézményeinkben dolgozó szakoktatók a kiváló szakemberek általában, és ha megnézzük azokat a versenyeket, amelyeken részt vesznek a fiatalok, akkor az nagyon jó visszaigazolást ad. Ugye ez a szakma kiváló tanulója versenyet szeretném megemlíteni, és el kell, hogy mondjam, a megyebeli fiatalok is nagyon jól szoktak szerepelni ezeken a versenyeken. Nekem, mint megyében élő embernek a legnagyobb örömömre. Én azt gondolom, hogy itt nálunk a megyében kiváló képzés folyik. Mi ez a hátországot kívánjuk biztosítani. Én azt gondolom, hogy erre képes a minisztérium. Illetve az iskoláknak az állapotát, felszereltségét, a tangazdaságoknak az állapotát figyelemmel kell, hogy kísérjék. Ezzel kapcsolatosan mi a helyzetkép, akár itt a megyében is? Hát ez ügyben a helyzetkép nem olyan rózsás. A tangazdaságainkat felmértük. Ugye valamennyi intézményünk mellett létezik olyan tangazdaság, ahol a gyerekek az alapokat elsajátítják, és ugye azt szoktuk mondani, hogy fejlesztésre szorulnak ezek a tangazdaságok. Erre is szeretnénk hazai forrást is és uniós forrást is felhasználni, de arra a lehetőség, hogy minden tangazdaságot a legmodernebb eszközökkel felszereljünk, nincsen. Tehát valahol a duális képzés pedig erről is szólna egyébként, hogy külső gyakorlati helyre, ahol ezek a modern eszközök rendelkezésre állnak, a fiatalok megismerkedhessenek, üzemi körülmények között tanulhassanak, és amikor megkapták a végzettségüket, akkor így a beilleszkedésük is sokkal könnyebb lesz az új munkahelyükre, ami sok esetben az a munkahely, ahol ők már diákként gyakorlatilag kijártak. A duális képzésnek ugye, és az egész szakképzés átalakításának az volt a célja, hogy mélyebb ismereteket szerezzenek, több gyakorlatot szerezzenek a szakmunkások, mindegy, hogy milyen területről beszélünk, ez igaz az agráriumra is. A következő években ugye ez az átalakítási folyamat folytatódik, és lesznek úgynevezett részszakképesítések is, vagy megszerezhetnek részszakképesítéseket is a tanulók, a diákok, ha majd átalakulnak ugye a nagy középfokú intézmények. Hogyan fog felépülni itt az oktatás? Ugye hát a szakképzés rendszerében egy nagyon komoly változás végbe ment már az elmúlt években, ami azzal járt, hogy a gyakorlati képzés, illetve hát a szakmai tárgyak előtérbe kerültek a közismerettel szemben mondjuk a szakiskolai képzésben, és ez a gyakorlatiassabbá vált sokkal az egész oktatás, mint a gyerekek is gyakorlatiassabb tudással kerülnek ki az iskolából, ami nagyon fontos. Ugye az a rendszer, ami jövő észtől bevezetésre kerül, és amire már most jelentkeznek egyébként a fiatalok, az a szakgimnáziumoknak, illetve a rendszere már, ugye ezt sokat lehetett róla hallani. Ez az átalakítás azzal fog járni, hogyha valaki valamilyen szakgimnáziumot választ és elvégzi a 4 évet, akkor a 4. végén valamilyen részszakképesítést már szerezhet. Nyilván azt szeretnénk, hogyha ezek a fiatalok a technikusi képzést is elvégeznék utána, de hogyha valaki erre nem képes vagy nem akarja, akkor egy részszakképesítés az már lehetőséget ad neki. A másik nagyon fontos változás, hogy akik szakiskolai szakmunkás képzésben, hogy így közismertebb néven vesznek részt, a korábbiakkal szemben könnyebben vehetnek részt érettségire felkészítő
két éves képzésen, ami azt jelenti, hogy igazából a szakképzés az ezentúl nem lesz zsákutca, mert aki ügyes és szeretne még haladni, elvégez egy szakmát, utána még nyilvánvalóan szerezhet érettségit, és érettség után pedig technikusi végzettséget. Tehát a rendszer olyan módon lett összerakva, összeállítva, hogy a szakképzés ne jelentsen zsákutcát, ez most meg fog valósulni. És nem kizárt a továbbtanulás. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is a lehetőséget.